Sziasztok! Mint ahogy a címből is láthatátok, a gyermekeknek készült tartalmakról lesz szó. Kezdjünk is bele! Szóval elérkezett az a nap, amikor kezdtem megsugalni azt, hogy a YouTube esélyt sem ad arra, hogy értesüljetek a legújabb videóimról. De felmerülhetett már bennetek, aki megpróbálkozott azzal, hogy megnyomja a feliratkozás melletti csengét. Ugyanis ekkor egy ilyen üzenetet kaptok a képernyőre. Ez a tevékenység le van tiltva gyermekeknek készült tartalmaknál. Amit nem mellesleg tegnap átállítottam, hogy a csatorna nem tartalmaz a gyermekeknek készült tartalmat, én magam. Nem tudom most mi lehet a baj, de remélem nem sokára megjavul. Ugyanis azért érdekel ennyire, és nem. Nem a saját okokból mondom ezt, hanem azért, mert aki fel van iratkozva, amit nagyon megköszönök, annak esélye sincs kapni értesítéseket. Szóval szerintem ez nektek sem jó. Tegnap elkészítettem egy új csatorna fedőképet, amit aztán megmutattam másoknak, és arra lettem figyelmes, hogy le vannak tiltva az értesítések. Megkérdeztem, hogy ők nyomták-e ki, vagy mi történt. Erre ők ennyit válaszoltak, nem engedi. Megnéztem, és tényleg nem. Visszatérve a feliratkozókra. Én nem sok valószínűségét látom annak, de meg lehet az is, hogy ezért vesztettem kettőt is. Még egyszer mondom, hogy nem az én okaimat vizsgáljuk most meg, hanem a tieiteket. Remélem, mire felkerül ez a videó, addigra megoldódik ez a probléma. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, találkozunk legközelebb, addig is minden jót. Ha tetszett a videó, nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok fel, sajnos most nem mondhatom, hogy nyomjátok meg a csengőt, mert nem tudjátok. Mindegy is, ettől még nem áll meg a csatorna, szóval sziasztok!